A szakemberek szerint július nagy részében marad a 27 fok körüli hőmérséklet. A száraz időre és a kánikulára közel egy hónapot kell még várni. A változékony időjárás sokak számára kellemetlenséget okoz. Több szabadtéri programot is elmosott az eső idén. Elég érdekes, úgyhogy strandolni nem igazán tudunk, úgyhogy szerintem túl sok az eső. Az építkezéseket is hátráltatja a térségünkre zúduló nagy mennyiségű csapadék. Mostani időjárás miatt az építészetben dolgozok, ez nagyon-nagyon kellemetlen volt az utóbbi időben, de talán nem normális, de sokak szerint, de volt ez az előtt is. Az emberek egy része azonban örül az enyhe nyárnak. Sokan úgy vélik, hogy térségünkben ez az ideális júliusi időjárás. Nincs olyan nagyon meleg, és azt szeretem. 25-27 az a legjobb. A szakember is úgy véli, hogy a kellemes 27 fok körüli hőmérséklet tökéletesen megfelel a kontinentális éghajlat jellemzőinek. Szélsőségesnek inkább az előző években uralkodó 40 fokos hőséget nevezhetjük. A folytatás is kedvező lesz, ugyanis egyre szárazabb légtömegek jönnek, de mivel északnyugati marad a légáramlat, egy igen erős anticiklonnak köszönhetően, amely a Brit-szigetek környékén helyezkedik el. Napról napra a hőmérséklet nagyon picit emelkedik, de gyakorlatilag 30 fok közelébe lesz. Az, hogy eleinte kevésen 30 fok alatt, majd a hét legvégén, vasárnapi hétfőn már a hőmérséklet eléri, sőt esetenként meghaladhatja rövid időre 30 fokot is, de nagy hőségre nincs kilátás. Az előrejelzések szerint az idei év legmelegebb hónapja az augusztus lesz. A meteorológusok számításai szerint az igazán nagy kánikulát július végétől és augusztus jelentős részében tapasztalhatjuk. A változékony időjárás szervezetünkre is hatással van, fejfájás, szédülést, illetve vérnyomás ingadozást idézhet elő.